Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Ismét itt vagyok, és folytatjuk az Elden Ringet. Alapvetően haladtunk a múlt héten, meg próbáltam úgy fölvenni a fonalat, hogy mi is történik alapvetően a játékban, és csinálgattuk a questeket, meg tényleg haladtunk sok mindennel. Úgyhogy nem feltétlenül tudom teljesen, hogy mi fog történni most, de meglátjuk. Játszunk a játékkal, aztán majd kiderül, és hogyha valami nagyon nem világos, akkor majd hát puskázok egy kicsit. Itt online azért erre van lehetőség. Viszont mielőtt belekezdenénk, csak mondanám, hogy megérkezett az új mikrofon, szerintem ezt már halljátok ti is, és ezt nektek köszönhetem, hiszen a ti támogatásatok miatt sikerült ezt megvennem. Ti támogatásoknak köszönhetően fejlődött egy kicsit a minőség. Én mindenképp hallom a minőségbeli javulást, remélem ti is. Egyébként tesztüzemben van még ez a mikrofon, mármint abban az értelemben, hogy hát még meg kell tanulnom használni, meg ilyesmi. De alapvetően szerintem most így jó. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan szuperál. Oké, és na, hát remélem akkor, igen, mindjárt kattingatok, rendben is vagyunk. Oké, és na, akkor kezdjük is el. Jó, várjatok. Oké. Jó. Rendben van. Na, akkor folytassuk. Ugye ott hagytuk abba, hogy sikerült megszereznünk Nokromban ezt a... Kingslayer Blade-et, és egyébként ez az a Hidden Treasure, vagy rejtett kincs, amit oda kellene adnunk Ranninak, és hogy cserébe majd ad valamit, amivel el tudunk menni valahova, ahol össze tudunk gyűjteni Szóval akkor irány Ranni. Elvileg ő ott van, ahol eddig is. Ha minden igaz, persze. Azt hiszem, föl kell menni hozzá, de nem esküszöm meg rá. Mindjárt kiderül. De mintha fönt lenne. A legtetején. Ó, Sedit Adri, nagyon szépen köszönöm a 100-ast. Köszi szépen. Így van. Kicsit bealudt. Ah, it was thee, not Blythe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Mm-hmm. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. Na mi az? Carry an inverted statue. Ha. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps, but a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent, too, for his part. You may leave now. It was but brief. But thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on a journey, a
upon the dark path only I may tread. Aha. Jó, rendben van. Hát jó szolgálatot tettünk. Azt mondta, és adott nekünk egy ilyen cuccot, amit mi most elmegyünk, és kinyitjuk ezt. Ezt. Szia, Kambli! Igen, új mikrofonom van, képzeld. Hallod is, vagy csak látod? Mert ha hallod is, akkor rendben vagyunk. Oké, na elvileg ezt a izét, amit adott Ranni, ezt ide kellene tenni. Nem, nem fejjel lefele rakta le, ez így van. Jó. És akkor elvileg most ki lehetne menni oda, mert megnyílt az út. Várjatok, mert... Igen, igen, nincsen macska. Ja. Ő most elment szabadságra egy kicsit. Jó, na... ugye itt most elvileg feje tetejére állt minden. Én itt leesek, hogyha... Hát leestem. Arra kéne rájönni, hogy hogy tudok kimenni a... Vagy vegyem le a... Na, de szerintem nem tudok átugrani, vagy igen? Hát ha át is tudok, nem így. De szerintem oda nem tudok átugrani. De mindjárt kiderül. Hát tudok. Oké. Ó. Szevasz. Igen, itt most eléggé minden a feje tetejére állt. Na mindegy, hát... Induljunk meg valamerre. Mellém lő, akkor is eltalál. Nem szimpatikus az a fickó, azt kell, hogy mondjam.
kicsit. De amúgy tök jó lenne, hogyha ezek a kezek nem lennének itt. Na mindegy. Na most megint megyek leesni. Hát igen, ezek az újak nagyon pörgetik. Egyszer kéne amúgy megölni ezt is. Mert ez ilyen, hát, invader-szerűségnek tűnik. Ajaj. Csak nem tud ide belőni. Megdobáljuk valamivel. Most lehet nem jó ötlet. Tessék. Oh. Jó. Sokat nem sebzett rajta, maradjunk annyiba, úgyhogy akkor hagyjuk is. Ez elég jó rámugrott ez a fickó. De hova tűnt? Miért érzem azt, hogy még elő fog kerülni?
Valaki nagyon rombol. Na mindegy. De hol... Ah, ott van. Jó. Ezt nem hiszem el. Leesek, érted? Mindent rám küldött egyszerre most. Ó, a fene egye meg. Pedig amikor így leesik, vagy leugrik ide erre a szintre, akkor úgy könnyebbnek tűnik legalábbis, mert akkor ugye a haverok nem jönnek. Már az újak. Hagyjatok már... Én nem tudom, mi van.
Én tényleg nem tudom, mi van most ezzel a résszel. És ott még varázsol valaki már. Ja, még jött a... ez is. Jó. Hát köszi is, Edith Adri, ez most meglepő. Ez a varázsló, ez most nekem nagyon nem... Na, viszem magammal a padot is. Ide eljön vajon? Hát ezt nem hiszem el. Mi a... Én nem tudom, mi van, de komolyan. Szóval, hogy került oda le?
Adott egy varázslást. Oké. Okay. Na mindegy, megvan, az a lényeg. Ott nincs semmi, ugye, a másik oldalon. Nem látok semmit. Meg arra se volt semmi. Jó, hát akkor erre jövünk tovább. Kapcsolok villanyt, mert jó jönne. Kés. Jó, itt nincs semmi. Hát, meglátjuk, merre kell tovább menni. Itt a csillárokon... Hát, fene se tudja. Nem. Nincs titkos fal. Hát, vajon itt kell leugrani? Vagy itt a csilláron. Hát én megpróbálnám itt a csilláron. Akkor szerintem itt ezeken a, hát nem is tudom, gerendák ezek. Ezen kellene tovább menni. Hát menjünk. Aha. Vannak itemek is itt. Azokat jó lenne nem itt hagyni. Jó, itt van egy létre is. Hogyha vissza kéne me... Ja, igen, fejjel lefele vagyunk. Jó. Oké. Ó. Mondom, oda kell tovább menni. Jó, hát, lássuk. Igen, most indulunk lefelé, ami fölfelé. Oké. Most fönt vagyunk a plafonon. Elvileg. Körbenézek. Itt
Különösebben a sok pókhálon kívül nem sok minden van. Úgyhogy akkor gyerünk erre. És akkor lássuk, hogy itt mi történik. Oké, itt egy Graze. És akkor igen, most itt kint vagyunk már. Ez nagyon jó. És akkor most oda megyünk. Annak a tetejére kéne fölmenni. Ellenségesnek tűnik. Meg nagyon combosnak. Az igen. Aha. Le kellett volna ülni a Grace-nél, mert nincsen... Nincsen túl sok healünk. Az igen. Oké. Oké. Jó. Nagyon combos, az kétségtelen. A nagy damage-e nincsen, különösebben, de HP az van sok. Az jó, hogy posture break-es.
Oké. Okay. Meg is van, és adott egy kis, hát, armort, mondhatjuk. Így van. Adott egy kis armort. Elég undi? Hát... Igen. Masszív volt, maradjunk annyiba. Tehát Elemental ellen jó. Oké. Igen, Elemental Damage, ez a Magic Fire Lightning és Holy. Oké. Na, esetleg valami további házigazda, aki vár minket. Attól félek, hogy mindig valami itemet hátrahagyok. Jó, hát gyerünk. Divine Tower of Liurnia. Ez ami olyan... Ilyen towerben már voltunk, miután Margitot elküldtük kicsit szusszanni. Akkor is egy, felvettünk egy ilyen key itemet. Vagy... Lehet, hogy akkor a... Nem is key itemet vettünk föl. Hanem... Na mindegy, most majd próbálok visszaemlékezni, hogy mit vettünk ott föl. Na mindegy. És... Na. Oké, és akkor itt most fölvettük a Curse Mark of Death-et. Amivel mindjárt csinálunk valamit. Meg egy ilyen Stargazer Heirloom-ot. Na lássuk, hogy ez micsoda. Stargazer Heirloom raises intelligence. Hát ez nekünk nem kell, mert nem olyan buildünk van. Igen. Jó, rendben van. Na, és amit fogunk csinálni ezzel... Hol is van? Curse Mark of Death, Curse Mark Calvin to Lunar Princess Rani's Discarded Flesh. Ezt most elmegyünk, és odaadjuk fiának. Hol is volt ő, ugye? Itt. Szavaz. Vagy nem is lehet odaadni? Csak oda lehet adni. This is the other Hallowbrand. How did you... Oh, my utmost thanks.
With this, Godwin can take his rightful place as first of the dead and claim a second, illustrious life. You are my, our true champion. And though I can't be of any use to you, can I hold you tight? If only for a moment. Hú, kaptunk egy ilyen nagyon érdekes dolgot. Golden Prince, and first dead of the demigods, as the rune of those who live in death. Please, do one thing for me. Brandish this child, my rune, and take for yourself the throne. Stay the persecution of those who live in death by becoming our Elden Lord. I will soon let you okay. Brandish my rune. Stay jó, rendben van. Oké is. És akkor most elvileg várjatok. Oh, nem ezt akartam, bocsánat. Adott egy ilyen Baldahin Blessinget. Ugye uses FP to temporarily boost poise. Aha, de ugye ez elvileg csökkenti. Igen, ad egy HP nerfet. Ott látjátok a bal felső sarokba. Úgyhogy ez most elvileg ha use-oljuk, akkor igen, most már nincs ott. Vagy egy reload után. Ja, most már nincs ott. Oké, és ami érdekes, na várjatok. Ó, nem az. Igen, ez mindig ölelkezni kell ezzel a lányjal. És most goodbye, my dear. But I am satisfied. I choose to lie with Godwin of my own will. Not the remains of one chosen for me, and I will bear a child who will inherit your warmth too. What greater blessing could there be but to be born a deathbed companion? Hát this is goodbye, but I am sad. I choose to lie with Godwin of my own, and I will bear jó, okay. Your warmth. What greater blessing. Oké, és? És akkor most fia elvileg lelép. Megint leülünk, csak megint elhasználjuk ezt. Oké. Aha. Jó, és akkor hát fia elvileg itt van. És akkor most tudunk belépni ebbe a deathbed Dreambe, pontosabban. Na lássuk.
Oké. Valami van. Oké. Jó. Minden világos volt, ami történt. Nem tudom, hogy van-e torrent. Ja, fájt során. Nincs. Annak annyira nem örülök. Meg tudtam már ütni egyszer. Lehet, hogy most lecseréljük a katonára, csak mert ennek van slash damage-e. Hát ha az segít. Hát én is emiatt aggódom, hogy olyan sokat nem sebzek. És nem is pontosan tudom, hogy hova kéne, hogy kéne helyezkedni, hogy jó legyen. Felugrani. Félig leszettük egyébként.
minden különösebb agyalás nélkül, tehát ha jól lát, adott be bleedet, vagy hemorrhage-et, nem is figyeltem, mintha egy olyan nagyobb izét is leszedett volna, nem tudom. Szia, Sheriff, szép estét! Igen, amikor így egy helyben van, akkor oda kell menni és ütni. Alapvetően ez egy viszonylag jó opciónak tűnik. Csak oda kell jutni hozzá. Hát most ő úgy döntött, hogy nem. Jajjaj. Jó, amúgy jó lesz, csak... Azt kéne figyelni, hogy ad-e be vérzést, mert... Hát lehet, hogy nem bleedes, hát majd meglátjuk. Oké, segít Adri. Az igen. És még azt se tudom mondani, hogy úgy bíztatónak néz ki. De most azon gondolkodok, hogy mit lehetne tenni. Valami más armort vegyek fel, vagy... Ugye nagyon nagy a damage-e is. Tehát nagyon nagyot üt. Hmm.
egész egyszerűen nem találom el, tehát nem tudom, hogy... Ó, jó. Mindegy, próbálkozunk. Tényleg szinte alig hagy időt hílelni, vagy bármit. Hílej már! Hát komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Nem tudom, mi ez az áramozás, amit csinál. Misztikus okokból halok meg, mert nem azért halok meg, mert megüt vagy valami, hanem csak úgy egyszer csak így meghalok. Nyilván oka van, csak számomra ez még misztikus, hogy mi lehet az oka. Lehet, hogy tegyük vissza a rendes kardunkat. Nem hiszem, hogy ezen múlik mondjuk, de...
mondom, egy pillanat alatt megöl. Tehát tényleg így behílelek, mondom, akkor oda szaladgálok egy kicsit, és így egyszer csak meghalok. Tehát így tüzet okád, csapkod nyilván, le tud ütni, meg random módon áramozik, amit tényleg még nem tudok, hogy hogyan működik. Nem hagyja abba. Ó! Oh. Ez ilyen second phase? Nincs több healing. Jó, oké. Amúgy csipegetni kell folyamatosan, meg megpróbálni kidodzsolni. Egyedül ez az áramozás, ami idegesít, hogy így random módon, nyilván random módon, de így egyszer csak megráz az áram. És nem tudom, hogy azzal mit lehet kezdeni. Az egy kicsit idegesít. Ennek a karnak meg nagyobb a damage-e. Mondjuk ezzel sem mondtam olyan nagy újdonságot szerintem.
shit. Eddig ez még nem volt, vagy én nem emlékszem rá. Vagy mindig a lábánál voltunk és ezért nem láttuk. Igen, ha végére több HP-ink marad, megint mondok egy okosságot, akkor több esélyünk van. Annál mindenképp, mintha elfogy a HP-ink. Jó. Hát ez most ilyen unlucky volt, pont két olyan támadást adott be, ami az egyik nagy damage, a másik meg nem tudok már mit csinálni. Tényleg, amúgy így látva annyira nem tűnik vészesnek, mondom, ez az áramrázás az, ami ami bosszant, meg ugye ez így meg is állít, meg tudom én, tehát amúgy tényleg olyan kb. Mint a többi sárkány, csak
Felejtje meg. Ó, köszi szépen a 100-ast, és az előzőt is, mert még azt se köszöntem meg. Köszi szépen. Hát, igen, kell a szurkolás, az mindenképp. Jó, kezdem érezni egyébként ezeket a támadásokat, csak mondom, még olyan hektikus egy kicsit a dolog, de... Lassan jó lesz. Nem által egy picit több stamina. Majd szerzünk valonnan. Jó van, eddig nem tud eltüzelni. Ennek örülök. Szomorú. Nem biztos, hogy ez most kell nekem. Hát ez mondjuk... Talán jól jöhet. Hát, nagyobb lesz a damage-ünk meg a HP-ünk. Hát, próbáljuk ki. Csak ugye így akkor a... amit kapunk damage-et, az is nagyobb. Tehát itt simán lehet, hogy lesz olyan támadás, ami vánsatól. Na mindegy, meglátjuk. Kipróbáljuk ezt. És ha más nem, akkor betesszük majd a stamina növelőt. Lightning elleni talizmán? Megnézzük. Ez most nem azért volt rossz, mert rossz talizmán volt bent, hanem mert... Én voltam béna. De megnézzük, hogy van-e ilyen talizmán. Lehet, hogy van. Me
Magical Damage, Fire, Boost, Lightning, Damage, Negation. Hát, ez se lehet rossz, alapvetően. Sőt, még lehet, hogy ennek több haszna is lenne. Ez itt a Non-Physical Damage. Ezek nem azok. Jó, hát nézzük meg akkor ezt. A előzővel olyan sokkal több damage-ünk nem volt, valamennyivel több volt, de azért nem olyan nagyon sokkal. Ruhát is? Hát az a baj, hogy van elég komoly physical damage-e is. De azt mondjuk ki lehet dodge-olni. Hát igen, mondjuk ebben van valami. Hát... mondjuk, tehát van damage, van lightning damage negation-je. Az is igaz, hogy nem sok. Keresünk valamit, aminek több van. Hát vegyük fel ezt. Mert ennek elég komoly. Hát... ilyet nem kaptunk, ugye most? Ja, de ezt. Ezt a nagy duci illető adta a toronynál. Cipőt nem adott. Nem adott. De itt van. Zseniálisan nézünk ki. Na jó van. Hát nézzük. Az a baj, hogy így most physical damage ellen nem vagyunk túl jók, de nem baj.
Mondom, ezt a villámlást kéne valahogy elkerülni, tehát a lightningöt. Jövünk. Na, csak kellett a pufi kabát. Mi történik? Kijövünk a Dreamből, szerintem. Így van. Jó, a lényeg, hogy megvan a Remembrance. Ez hol van? Itt. Íme. Oh, szuper, ez is megvan. Hát igen, akkor ezek szerint ez a cucc kellett hozzá. Jó. Na mi a helyzet fiával? Nem néz ki jól. Meg ott van rajta a Death Mark, vagy Curse Mark. Mending Rune of the Death Prince. Oké. Jó. De amúgy nem igen lehet vele semmit csinálni. Jó. Oké. Rendben van. Na most, amit kéne csinálni, hogy visszaöltözök, mert rettenetesen hülyén érzem magam ebbe a gúnyába. Na most menjünk ebbe.
úgy döntöttem. Már miért is ne? Oké. Megállunk, szintet lépünk. Hát toljuk tovább az Endurance-t, hogy legyen jó armorra. Ugye max equip loadunk. Prince of Death, take a good long look. See the wrath of the Golden Order, the Order's justice writ in blood. This is what's become of your precious witch. Naught but expired meat and bone. This is a proper death, oh prince. Look at this rotten hole. No more children can be got from this useless flesh. Behold, your mother is dead. D. This is revenge, you witch. And you, you ghoul. This is the wrath of D. Ah, hello. Servus. The rotten witch is dead. The Golden Order unsullied. Now I can look my brother Darian in the eye. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darian, now I have no regrets. Honeyed rays of gold, deliver my spirit. Darian. Jó, hát itt megbosszult a honeyed rays of a deed. Deliver my spirit. Oké. Na itt mi van? Ó, fia hood, fia robe. Oké. Visszathatnád amúgy az ármorod, kedves barátom, mert igényt tartanék rá. Ó, igen. Inseparable Sword. Oké. Na már csak az a kérdés, hogy én ezt most föl tudom-e equipelni magamra. Szerintem amúgy nem. Hol van? Itt. Hát lehet, hogy ez nehéz lesz. Vagy mégse? Nem. Ah, pont jó. Jó, ezt viszont visszatesszük. Hát nem is tudom. Increases runes obtained from defeated enemies. Hát mondjuk egy kis extra runa nem lenne rossz. Jó. Na hát akkor csak föl tudtuk tenni a teljes szettet. Ez elég vagányan néz ki. Jó, azt még megnézem, hogy hát ennyiből szintet nem fogunk tudni lépni. Hogy van nálunk 90 ezer rúna? Nem léptünk szintet az előbb? Lehet, hogy nem kattintottam rá. Na mindegy, a lényeg, hogy
Hát kéne még 22.000 róna a következő szinthez. Hát annyi meg nincs. Úgyhogy akkor... hát ez ennyi. És akkor viszont az kéne most, hogy hogy Ranni hova tűnt. De szerintem ő most szerintem ő most nincs itt. Lehet, hogy elment a fővárosba. Hát nem tudom. Na mindegy, amit akartam még csinálni, hogy ezt a Noxtella részt kellene megnézni. Úgyhogy akkor oda fogunk most menni. Lehet, hogy nem így jönnének sorba a részek, de azt ma mindenképp körbe akarom járni. Elvileg nem egy olyan nagy terület. De azt mindenképp meg kéne nézni. Meg még van egy pár dolog, amit Nokromba se aktiváltunk be, például azt a liftet. Kellett volna hozzá egy kulcs. Na mindegy, azt mi majd megnézzük. Jó. Na, elvileg ezt a Grace-t múltkor bekattintottuk. Így van. Úgyhogy most csak leülünk. De megyünk is tovább. Rettenetesen néznek ki ezek a hangyák. Nem tudom, melyik irányba kell menni. Hát valószínűleg nem erre. Az igen. Csak azt néztem meg, hogy esetleg be lehet-e menni a vízesés mögé, de nem lehet. Haló? Mehetünk tovább. Grace Mimic. Ha. Meg kell próbálni, hogy hát ha van egy rejtek ajtó. Nézzünk el erre fölfele.
Okay. Egy smithing stone. Hát erre nincs semmi. Jó. Hát eléggé durván néz ki ez a rész. Oké. Van itt egy csomó Smithing Stone 3, amire hát nekem nem sok szükségem van, de miért is ne? Esetleg ha találunk valami másik fegyót, akkor azt tudjuk fejleszteni. Itt vannak ilyen tojásosok. Kupaktanás van, vagy micsoda? Hűha! Fajos lent, mert ez a spritzernek ilyen, hát nem tudom, hangyasavat. Azért az elég nagyon sebez. De megoldottuk. Ul Palace Ruins. Celestial Dew. Hát ez majd jó fog jönni, ha valami rosszat csinálunk. Oh.
Hogy elkapott? Oké. Okay. Nem tudom, így megrohamozott a nyugdíjas klub. Jó, rendben van. Szerintem arra az épület fele kell tovább menni, tehát oda be az épületbe, úgyhogy eljövünk, erre körülnézünk. Ah, nehogy az itemeket itt hagyjuk. Smithing Stone 1. Golden Rune az mindig jól jön. Itt is van valami. Hűha. Jönnek már megint. Ilyen bandákba tömörülve. Golden Rune. Hát ez itt csoda. Csak nem valami secret place. Valamilyen nagyon lógott a plafonon. Az... Nem valami barátságos.
shit. Jó, erre nincs semmi más, gondolom. Nem tudom, hogy mit fogunk csinálni ezzel a nagy izével ott fönt. Mondom, majd föntről kell valamit vele csinálni. Most egyelőre megpróbálunk itt elsunyogni oldalt. Hát erről ennyit. Még jó, hogy olyan nagy damage-e nincs egyébként. Ezek eddig hol voltak? Itt álltak eddig is. Shield grease. Jó, itt vagyunk alatta. Itt csak nem tud belőni. Nem tud. Ó, vagy mégis? Még erre elnézünk, hát ha van itt valami. Van ám bizony. Jó. Na és akkor most már bemeltünk ebbe az épületbe.
itt egy merchant. És itt a térkép. Nagyon jó, nagyon jó. Megvan a térkép. Ó, szia, nevermind, hello, hello. Jó. Hello. Is someone there? A customer? Well, how long has it been? Hát lehet venni pár dolgot, bár nekem egyik se különösebben érdekes szerintem. Hát ilyenből már van vagy 4 vagy 5. Úgyhogy szerintem most nem veszek. De mindegy, jó tudni, hogy itt van egy merchant. Oké. Igen, erre semmi más nincs. Jó. Azt jó lenne tudni, hogy tényleg ezt a nagy izét, hogy tudjunk majd onnan leszedni, de szerintem föl kell menni majd valahova. Mintha ott föl is lehetne menni. Megnézzük. Shit, shit, shit. Aha. Onnan kéne fölmenni, csak oda hogy jutok fel, az a kérdés. Lehet onnan. Itt, igen, igen, itt már voltunk. Így van, igen, itt már voltunk. Megpróbálunk nem eltévedni, de... Igen, szerintem itt... itt jöttünk át. És akkor ez oda visz. Hát mindegy, álljuk a sarat. Jobbat nem tudok. Ugye olyan sokat nem sebez azért. Jó. Fú, de... Ocsmány vagy, már bocsánat. Rosszat nyomtam. És akkor most... Mit csináljak vele? Mármint, hogy... Hát jó. Ennyi. Fejbe kellett vágni 3-szor. És akkor itt...
Jó. Örültem volna, hogy itt megnyílik egy... egy grész. Kifelé menet? Azt sem tudom, merre van a kifelé. Nézzek le jobb oldalt. Oh. Jó, hát itt lehet lejönni, gondolom. Jobb oldalon a falban van luk. Oh. És itt még van item is. Ezt hogy hagytam itt? Oké. Okay. Sok mindenről lemaradtál-e? Hát... azért volt sok minden. Meghalt fia. Például. Bár ezt gondolom a armorból tudod. Vagy sejted. Akkor ugye... Nokront is körbejártuk. Haladtunk a Runny Quest-tel, odaadtam, de hát nyilván ezeket is tudod, mert ezek előfeltételek. Igen, 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 azt oda is adtam Runny-nak a Fingerslayer-t. Rengeteg lootot látok. Kaptam Seluvistól egy potiont. Kíváncsi vagyok Nevermind egyébként, hogy mit gondolsz arról a potionről. De én azt odaadtam egy öregnek a Roundtable Holdba. Nem kellett volna. De azt mondta, hogy ő majd vigyáz rá, mert tudja, hogy Seluvis valami disznóságon töri a fejét. Nem tudom, merre kell tovább menni, továbbra se. És hogy ő majd intézkedik azzal kapcsolatba. Csak megnézettem vele? Akkor elvileg még nálam van? Lehet. Lehet, hogy még nálam van. Mindjárt meg is nézzük, akkor csak... körbejárjuk itt a helyet. Odaadtam neki, nem megitta. Így van, nem megitta. Tehát így, hogy mondjam...
ez a hely, te atya ég? Ja, ez már a Lake of Rot rész lesz. Erre lesz tovább. Ó, értem, Nevermind. Aha. Igen, azt valami olyasmit kaptam el, hogy annak a Ranni nem nagyon örülne. Recept megvan-e? Hát azt nem tudom. Rot leszedő? Az megvan, igen. Az szappan. Ez mondjuk nem haszontalan. Rot leszedő megvan. A nyersanyag nem tudom mennyi van hozzá. Így van, csodaszarvas boss is volt, jaja. Mind a kettő. Az nagyon jól nézett ki. Biztos vagyok benne, hogy a nyakamba fog esni egy hangya, és összefosom magam. De hát, ha nem. Igen, YouTube-on már föltöltöttem, de még dolgozik rajta. Úgyhogy egy pár napot még azzal várni kell. De szerintem érdemes ott visszanézni. Hát nyilván, ha érdekel. Nekem nagyon tetszett az a fight. Az nagyon-nagyon jól nézett ki. Eddig majdhogy nem azt mondom, hogy azt tetszett a legjobban. Majdnem neki mentél egy póknak, Kambli? Hú, basszus. Egy ilyen nyanya alá már bementünk egyszer. Bossmang? Uh-huh. Gyanús is. Egyébként. Látjátok, ez történik, ha majd ez történne, hogyha visszavonnák a rezsicsökkentést, mindenki így. És mindenki kővé dermedne. Na jó, gyerünk tovább. Ja, itt is itt van a volt, persze. Csak YouTube-on jobban néz ki. Hű. Hú, baszki. Na, ez is áramozik. Nézd, még nem találom el. Mi a... Hadonászok, mint a hülye. És nem találom el.
Srácok. Komolyan mondom. És amúgy Frosttól, tehát fagyaszt. Tökre megyünk csak. Ebbe jó beledodzsoltam. Na. Jó. Megvan ez is. Frozen Lightning Spear. Hát ez is egy varázslat. Sokra nem megyek, de... Amúgy annak örülök, hogy nem vesztettük el a 52.000 rúnát. Nem is figyeltem, hogy... alapvetően föl kéne előbb venni. Na. Great Ghost Glovers. Ezzel tudjuk nagyon fejleszteni a summonunkat. Ha jól gondolom. Hát nem tudom, hogy ott lent voltunk-e, de... Na mindegy. Lépjünk szintet, én azt javaslom. Kés... Hát... HP-ra menjen. Menjen föl 40-ig a HP, azt mondom. Ártani sose árt. Aztán utána nyomunk egy kicsit a Dexre is. Most ezzel a armorral egyelőre meg vagyok. Jó, na kérdés az, hogy merre kell tovább menni. Hát nézzünk szét. Szerintem itt, hogyha leugrunk, az végzetes következményekkel járhat. Igen, határozottan nem erre kell menni. Meg szerintem... Hát... Lehet, hogy nem. Na mindegy, körbenézünk. Torony. Liurniában? A torony? Vagy melyik torony? Persze, hát ott hoztuk el a Curse Mark izét. Ugye az kell a fiás izéhez.
Tehát ott is voltunk. Hát elvileg most akkor... A Lake of Rotnak kéne jönnie. Talán. Kérdés, hogy oda hogy jutok be. Most itt vissza tudok jönni. Elvileg itt visszafele. Nyitott a teleport a Free Sisters-ben. Igen, amelyikhez nem kellett kulcs és zárva volt. Ja, vagy az a Free Sisters, nem, az nem a... Jó, másra gondoltam, igen. A Renna's Rise, aha. Jó. Hát erre jövök. Bár szerintem itt végigjártunk mindent. Ja, aztán itt nem akarok még egyszer végigjönni. Jó, hát... akkor Ansel River pipa. Deeproot Deaths megvolt. Ezt akarom még kinyitni, ezt a... ezt a liftet. Ezt gyorsan megcsináljuk. Ugye, amit... ami még nekem hiányzik... mi is hiányzik nekem? Ansel River Main. Hát a kútba mentünk le. Hát ezt most nem tudom. Az nekem se rémlik. Renna's Rise. Jó, jó, jó. Alexander, gondolsz, nevermind a Giant Botboy alatt. Aha, igen, igen, igen. Jó, ide akartam még eljönni, mert itt van a nagy íjazós fickó, nem? Valahol. Innen tudok észak felé kimenni hozzá. Hú, na várjatok. Ezt mindenképp megnézzük. Ó, van torrent. Szerintem itt... hagyjam ezt... nem... hagyjál békén! Menjél haza! Oké. Fővettük a lootot. Jó. Akkor menjünk.
Pű. Csak egyszer érjek oda. Hűha. Ráadásul többen vannak. Ez nem annyira jó hír amúgy. Annyira nem erős egyébként. Ja, tehát nem vészes. Nem vészes. Ó, ott a nagy köcsög. Cikcak. Nem cikcak. Oké. Na itt az egy kicsit körülnézünk. Itt ez egy jó nagy terület. Jó nagy terület, de... De nincs semmi. Jó. De én ez... De ez nem Alexander, mert Alexander egy kicsi... tehát nem ekkora köcsög, hanem olyan közepes köcsög. De miért akarnám megölni? You can now see the Knight of the Grey Jar's red summon sign. Tehát ne ütöljen meg, hanem a három inasát? De a... Aha. Tehát ha őket summonolom, ők mindenképp ellenségesek.
shit! Hátba akartam szúrni. Okay. Duelist vanquished. Okay, és jöhet a többi kettő is. Ah. Okay. Na. Na, most megpróbálom be 200 IQ-zni. Nem lehet. Hű. Hagyjál. Mi volt az a kis fazékfedő? Nézzétek. Knight of the Great Jar. Okay. Shit. Francba. Türelmetlen voltam, az a helyzet. Sietek végig megint.
Ez meglepő volt. Azt kell, hogy mondjam. Így van. Amúgy nevermind, ezeket a gyárokat ugyanúgy Maven becsinálják. Nem baj. Nope. Most jó lesz. Érzem.
Na. Great Jars Arsenal. Oké, és akkor ez az a... Nem beszélünk. Nem szól hozzám. Szóval ez az a... Amit mondasz, hogy... Wastrelly raises maximum equip load. Oh. Ez azért jó, mert akkor nekünk már nem kell adni a többet az endurance-re. Nézzük, hogy mennyit ad. Ez valóban nem kevés. És a kereker föl tudjuk tenni a izét is, a... ezt. Hát, simán. Simán. És maradunk medlódosak. Na. Hát akkor most ebbe megyünk egy kicsit. Ez rohadt jól néz ki ez az armor amúgy. Főleg ezzel a karddal. Oké. Ide be lehet jönni? Nem lehet bejönni. Jó. Akkor ezt itt körbe jártuk. Elvileg. Igen. Ja, hogy ilyen PvP aréna rész. Lett volna. Jó, hát akkor ugye ott a medve van még, de a medvével nem foglalkozok. És akkor azt mondjátok, hogy menjünk a Runny's Rise-ba. Vagy a három beszélgetés, vagy mi is? Rennáéba. Oké. Ranni, Renna, keverem ezeket. Jó, minden esetre leülünk ez a Grace-hez. Szerintem szintet lépni még nem tudunk, de megnézzük. Itt ezek a kukacok a fönti izét jelzik. Mert itt szokott lenni Evergoal, ahol ilyen kukacok vannak. Ezek nem, jó. Oké. Ezek a kukacok arra fel is néznek. Oké. Okay. Ó, hát még nagyon sok kell, 25 ezer. Jó. Oké, és akkor hova menjek? Renna's Rise. Az itt van fönt. Ez, aha. Oké. Okay. És a Rennához.
Nem is tudom, hogy itt voltunk-e már, lehet, hogy csak elnéztünk erre. Renna's Rise. Oké, hát akkor menjünk. Snowwitch hat, robe és skirt. Jól összetörök mindent. A Szelent a pincéből, aha. Ki kéne szabadítani. Jó. Ami még ilyen fura volt nekem, hogy nem volt ott Blythe Nokromban. Elvég ott kellett volna lennie. De nem találtam ott. Pedig kiszabadítottam abból az Evergoal-ból is, ami benne volt. Még később majd? Jó, oké is. Na. Igen. Ebben nem lehet most belefeküdni, gondolom. Nem, ebben nem. Jó, na hát akkor induljunk meg. Miniature Ronny. És csak háromszor. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. Mm-hmm. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. Jó. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. Uh-huh. I will not brook disobedience in this matter. Jó, akkor ki kell takarítanunk a helyet magyarul, ha jól értem. Igen, ez valóban fura, hogy hogy kéne erre rájönni. Tehát az, hogy háromszor kell. Ezek most erősebbek, vagy... Valami furcsa. Mert eddig ezek one-shot volt. Ah, ott is egy ilyen lógó kukac. Na mindegy, lehet, hogy ezek erősebbek. Kapcsolok villanyt.
Ghoul Palace Ruins. De ez akkor ugyanaz. Ghoul Palace Ruins, vagy több Ghoul Palace Ruins van. Tud ilyet is. Okay. Na, ez szuper, szuper. VR the VR, hello, hello, sziasztok, nagyon szép. Nem hagynak beolvasni, nézd meg. Nagyon szépen köszönöm ezt a 200-ast. Hát igen, a támogatóimnak köszönhetően sikerült beszerezni. Az elmúlt, hát, picit több mint 2 év alatt összejött egy ilyen. Úgyhogy akkor mondom, miért is ne. Ha a legnagyobbak ezt használják, akkor ők nem tévedhetnek. Köszönöm szépen még egyszer. És egyébként nagyon sokat lesek tőletek, hogy hogyan is kellene ezt technológiailag csinálni. Igyekszem. Szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm. És Edith Adrin, neked is köszönöm még egyszer a 100-ast. Köszi. Fú, hol is vagyok? Jó, na hát fedezzük fel ezt a helyet, és próbáljuk meg kitalálni, hogy merre kell menni. Maradt 1 HP-ja. Oké. Nem szeretem a növényeket. Mármint nem úgy, tudjátok, hanem így. Hát igen, az a baj, hogy magát nem sebzi, az lenne a vagány. Na, jöttek a kicsik, be akarnak porozni. Ráadásul ez Frenzy, nem is Poison. Az a még rosszabb. Vagy Frenzy? Frenzynek hívják? Lehet, hogy keverem itt a... Megjött egy ilyen nyugger is. Nevermind. Nagyon szépen köszönöm a subgiftet a VR-osoknak. Köszi szépen a támogatást. És hát igen, Kambli, így van. Én természetvédelmi mérnök is vagyok, csak amiket, növényeket én tanultam, meg úgy nézegettem annó, azok nem akartak így módon beporozni.
Oké. Okay. Jó. Na, már csak a nagy izé van. Ó, Shedit Adri, köszönöm szépen a újabb subgiftet, ezúttal XRT-nek. Köszi szépen a támogatást, köszönöm az újabb százast. Nagyon kedves tőletek. Tényleg köszönöm. Lassan most már ki kell írnom a következő gólt, hogy mire gyűjtök, mert hát ugye minden bitet be kell fektetni, vagy hát pontosabban vissza kell forgatni. Csak még végig kell gondolni, hogy hogy mi legyen az. Vannak ötletek, csak még végig kell gondolni. Ezen a mikrofonon macska? Hát ezen van egyfajta macska, meg adtak hozzá egy saját macskát is. De hát ami az előzőm volt, az... Hát lehet, hogy jó erre, szerintem... Nem biztos. De... Nem tenném rá, mert az arra való. Azt nem, abban nem vagyok biztos, hogy ez gyári alkatrész volt-e. Tehát, hogy járta a dobozba, de... Na mindegy. Adtak ehhez is, csak ez nem... Az nem olyan macska. Tehát nem olyan látványos. Tehát ugyanolyan, mint ez. Így kinézetre, amit most láttok, csak egy kicsit nagyobb. És Clayman Ashes. Oh. Csak annyiban másabb. Mármint, hogy ugyanarra jó. Tehát a szelet úgymond kiszűri. Meg a, hogyha nagyon susognék, vagy egy nagyot sóhajtanék, de mondjuk raktam be szoftveresen ilyen, hát, gate-et, noise gate, talán így hívjuk, amint majd vissza is hallgatok szerintem, hogy jól működik-e. Na, már megint kezdődik. Igen, de nem az OBS-be raktam rá, hanem a keverőmnek a szoftverébe. Mert nekem egy GoXLR Minim van, és annak van egy, hát viszonylag jó szoftvere. És abba tettem rá egy noise gate-et. Az OBS-ben is van egy szoftveres, ráadásul egy ilyen neurális háló alapú, egy ilyen recurrent neural network alapú, ami tök jó, amúgy elég vagány cucc. Csak az a baj, hogy azt csatornánként tudom csak rátenni, és mivel a keverő egybe rakja a mikrofont és a game hangját, ezért a zajszűrő a játékból is kiszűrni a zajt, ami hát nem szerencsés. Úgyhogy ezt nem tudom alkalmazni, de mondjuk ennél a mikrofonnál nem is kellene egyébként szerintem egyáltalán, mert hát itt ülök egyedül, és mit zajonganék. És a legrosszabb esetben a fűtés kapcsol be. De az mostanában nem fog.
hátra hőkölnek, amikor megütöm őket. Ami érthető alapvetően. Oké. Hát igen, nevermind, tudnék ilyeneket, de... mondom, szerintem ez így most jónak tűnik. Hát majd meghallgatom, tényleg... amit én itt visszahallok a fejhallgatóba, az jó. Hogy itt van egy ilyen loop, és visszahallom magam. Tehát az jól hangzik. Jobban, mint az előző. Sokkal. De majd a felvételt visszahallgatom, és akkor az lesz a mérvadó. Remélem végigmentünk az egészen. Oké. Na, közben nézem. Sherit Adri, jól megtoltad ezt a vonatot. Nagyon szépen köszönöm. És level 2-n vagyunk már. Ez igen. Ez nagyon magány. Nagyon szépen köszönöm a támogatásatokat. Köszi szépen. Nevermind, a delay-es loop-tól én is rosszul vagyok, csak ez nem delay-es. Hoppá. Stimulating pulses. Oké. Szuper. És a level 1 complete is lett. Nagyon szépen köszönöm. Na. És telibe belefutok, érted? Igen, mintha ezek egy kicsit zombosabb hangyák lennének, mint amit a stream elején szedtünk le. Aha, és itt vannak ilyen szárnyas hangyák is. Észrevette? Észrevette. Valami nagyon csúnya volt ott. Jaj. Erre. Ó, és akkor itt vagyunk Noxtellában. És itt vissza tudunk majd jönni? Gondolom, ez egy létrának tűnt. Igen, ez határozottan egy létra. Jó, ott egy Grace. Hát, egész jól néz ki. Hangyán lovagol, érted? Itt lesz egy fickó, akit le kell csapni. Na. Lassan szintet is tudnánk lépni. Mm-hmm.
Na, fölmegyünk, elintézzük azt a csúnyaságot ott. Baleful Shadow. Hát, mennyi időre gondolsz itt, mit mondasz, mennyi idő szerinted ez? Ja jó, megijedtem hirtelen, csak a feje volt ilyen kemény, mert így homlokon gyűrtem és nem nagyon ment le a HP-ja. Tehát ez a Noxtella része... Ne ugord le! Hát... Le is ugorhattál volna. Az micsoda? Nem létezik, hogy nem tudjuk fölvenni. Hú, várjatok. Itt voltunk, ugye? Igen. Itt volt egy rovar. Azt hiszem. De el kellett volna jönni onnan. Kukac Peti fölötti rész, igen. Hát, vagy át tudok itt jönni. Hát, ha föl tudok itt ugrabugrálni. Ott egy láda. És ide is föl tudok jönni, nagyon jó. Ring of Estia. Hát... Valószínű ez is magic item. Jó, hát innen nem ugranék le. Szerintem vissza tudunk tépézni a Noxtellás Grace-hez, mert úgyis onnan megyünk tovább. Azt hiszem ez volt az, de mindjárt kiderül. Így van. Jó, na, tudunk-e szintet lépni? Talán. Bőven tudunk szintet lépni. Úgyhogy lépünk is egyet. Oké. És akkor itt kéne körbejárni. Hangyán lovagol, érted?
Na, ez határozott volt. Szóval se tudod jutni, érted? Semmi, semmi. Szerintem nem is érzékelte, hogy mi van. És itt sincs torrent. Na mindegy, körbenézünk. Jött a stamina. Nagy volt a pofa az előbb. Oké, okay. Jó. Igen, a stamina elfogyott okvetlenül. Itemet meg nem vettük fel. Jó, most átmegyünk oda. Na most jó. Csigúz. Még egy celestial gyú. Körbejárunk. Azt lehet, hogy itt az égvilágon semmi nincs. Hát persze, hogy nincs. Csigát hátba lehet szúrni. Nem. Oké. Hát igen, nem nagyon erősek ezek a csigák. Nyilván... Na jó van. Tehát ők úgy akarnak megölni, hogy igazából megijesztenek. Meg a poison-nal. Na, az be is adta a poison, nézzétek meg. És kell mennem.
Van ilyen izém... csak egy van. Majd csinálunk. Nézd meg, hát... Ez baj amúgy. Főleg, hogy jön ez a nagy izé is. Hát... Ez szomorú. Erre gondoltál, Nevermind? Ó, ezek pajzsos mimikek. Ah. Ne dobálj. Okay, ott voltunk lent. Megy ez, megy ez. Igen, ezek egy kicsit combosabbak. De oldalról nem annyira.
És, na leszedem már ezt a lövöldözős Jánost innen. Nem, már idegesített. Oké. Na. Hát jó nagy terület ez is. Alapvetően. Viszlát. Ó, hogy ketten vannak. Nice. Jó. Pörög. Jó, csak meg lett. Oké, még egy Celestial Dew. Oké. Itt invédelnél? Nevermind. És miért? Miért pont itt? Ja nem te? Ja nagyon invédelnek? Oké. Nem tudom mi lehet ennek az oka. Itt egy lift. És lejöttünk ide. Nem, itt még nem voltunk. Erre van a tovább. Jó. Na,
Meg nem látok semmit. Oké. Jó. Tényleg a város kimaradt. Na mindegy, majd visszamegyünk akkor a városba. Vagy ez már a Lake of Rothoz visz? Először Baleful Shadow. Jó, hát akkor lehet, hogy megnézzük azt a boss fightot. Oh Shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. To rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Okay. Hey, te ne hílej, az nem ér. Kapjuk. Igen, ezt kaptuk. Köszi Nevermind a tippet. Kikapcsolom a Shadow-t. Jó ötletnek tűnik. Szevasztok, itt sem voltam. Nagy range-e van, vagy reach-e. Mókás, mókás.
Ki gondolta volna, hogy a heal triggerel? Igen, ez még... Ó, ilyen is van. Hagyd abba. Igen, itt ez a delay. Beautifully fought. My thanks. Twas more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Okay. Discarded palace key. Okay. Na hát ő is megvan. Shadow of, így van. Itt jöttem be, így van. Okay. Na hát nézzünk szét. Ezt okvetlenül. Aha, erre megyünk tovább. Jó, jön egy Grace itt a közelben. Itt lift. Ó, igen. És a légkofrot. Raya Lucaria Grand Library-ben a Rennala melletti ládát nyitja a kulcs. Akkor menjünk most el oda? Nevermind. Mit javasolsz? Jaja, oké. Okay. Itt lesz, ahol nem enged tovább a nélkül. Oké. Okay. Jó. Azt mondja, hogy itt van Rennala. És azt mondod, hogy itt van valahol egy láda. Hát, körbenézek. Ez a boss fight is nagyon-nagyon jó volt. Kár, hogy olyan hamar vége lett. Ezt nem szabad mondani. Mert ilyenkor van az, hogy mindig elakadok. A következő boss fight az olyan nehéz lesz nekem, hogy... Itt a láda. Ez az a láda? Igen. Dark Moon Ring. Oké, tehát ez a gyűrű kellett. Jó, kellett ez a gyűrű. Jó, hát szerintem akkor még annyit mára, hogy akkor csak körbejárjuk azt a várost.
Elvileg nem olyan sok, azt mondjátok, és akkor mára ezzel fejezzük be. Ó, nézzem meg a sztorit a gyűrűhöz. De azt hogy nézem meg? Ja, itt nem tudom megnézni, jó. Oké. Jó, már értem, értem, értem. Y. Akkor csak meg tudom. Ah. Hát igen, a négy szöggel. Hú, hát ezen majd azért kell egy kicsit agyalnom, mert föl kell kapnom a fonalat a sztoriba, mert nem 100%-osan világos, de úgy nagyjából értem. Igen, 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 annyi világos, hogy akkor lehetek Lord, ha elveszem Rádmit. És ehhez kell a gyűrű. Jó. Oké. Na, menjünk végig ezen a falun, és akkor utána megyünk, van nálunk kulcs. Van. Jó. Okay. Nekem itt semmi dolgom nincs az égvilágon. Ó, oh, nevermind, köszi az infót. Oké. Okay. És itt meg nincs semmi. Oda?
Ghost Glover, Pickers Bell Bearing, akkor majd tudunk Ghost Glover-t venni most már a Y-rektől a Roundtable Holdba. Ilyen magasabb szintűeket is. Mert lehet, hogy nekünk most, tehát annál nagyobb kell, hogy tudjunk fejleszteni, de na mindegy. Archer Ashes. Így van, egyet már ki lehet maxolni. Ja, és amiről még lemaradtál, hogy megtaláltam a Mimic Tear-t is. Amint a... tudok summonölni. Igen, igen, ám pont azt akartam. A kurva életbe, de megijedtem. Bocsánat. Azt igen. Hát szerintem egyszer majd kipróbálom ezt a Mimic Tear-t, Mimic Tear-es, de eddig sem nagyon summonöltünk. Margit óta szerintem alig használtunk summont. Bumperek, oké. Okay. Na, ide benézünk. Minek van ilyen hangja? És ezeket nem lehet kinyitni. Azt mondod, hogy ezen az ajtón nem fér be a golyó. Tehát akkor ez egy golyónak a hangja? Itt csak ez az esíz volt. Oké. Okay. Á. Az okvetlenül egy golyó. Egy ilyen golyóval már találkoztam. De az nem volt ilyen... agresszív. Hello, golyó. Hát igen. Nem kellett volna annyi margarinos kenyeret enni?
Megnézzük ezt az épületet. Itt biztos van valami. És nincs. Hát igen, őt, így van, nevermind. Itt Nokstalában nincs rezsicsökkentés, nézd meg, hogy néznek ki az emberek. Oh shit. Elfogyott a stamina. Baszki. Hát igen, itt ránk csukták az ajtót. Great Ghost Glovers. Nagyon jó. Akkor már kettőt ki tudunk maxolni. Két est. Jó, oké. Na, menjünk itt fel. Na menj! Golyó? Elindulhatna erre. Nem jön erre a golyó. Valahogy be kéne indítani a golyót. Hello? Így. Golyó jó lesebezte őket. Seems good. Okay, akkor nyissuk ki ezt a ládát most már.
Valami a dünnyögött kint. Egy smithing stone. Hol van? Basszus. Itt is olyan boss illat van, amúgy. Ó, igen. Silver tírek voltak. Okay. Na, lássuk. Moon of Noxtella. Increases memory slots. Jó, hát ezek a varázsláshoz. Tehát egyel többet lehet megtanulni. Jó, hát azért itt körülnézünk egy kicsit, bár meglepődnék, ha itt még lenne valami. Erre tessék, itt ki lehet ide jönni. Itt van egy épület. Egy lift. Ez jó lift? Na nézzük. Ugyanad a víz, csak van mag. Itt egy mag. Ez szuper. Oké. Igen, itt az az érdekes, hogy itt egyszer már eljöttünk. És akkor nem volt itt mag. Ja, ide nem tudtam felmászni. Akkor oda, ott lent voltunk csak. Oké. Okay. Jó. Na nézzük, hogy itt van-e valami. Nincs. Jó. Rendben van. Hát végigjártuk itt a várost. Ezen a gyalog, hogy szerintem úgy nagyjából végigjártok, ugye? Kb. Nem emlékszem, hogy valahol lett volna olyan kanyar, amit nem vettünk be. Jó, hát akkor én elmegyek egy Grace-hez. Mondjuk mehettem volna a Lake of Rothoz is, de mert át, szerintem át is megyek.
mert úgyis ott megyünk tovább, és akkor megpróbálunk szintet lépni. Szerintem van nekünk egy csomó Golden Rune. Hát nem is tudom, hogy ez mennyit ad, várjatok. Igen, egy szintet biztos tudunk lépni. Még kell 5000, hát akkor egy ilyet még betolunk. És akkor... Jó. Szerintem fegyvert nem tudunk upgrade-elni, de azért megnézem azt is. Már hanyos szintű 17-es. Hát szerintem nem tudunk, 6-osból kéne. De nem 3, hanem több. Biztos. Tuti, hogy több kell. De azért elmegyünk, megnézzük. Jobb oldalt lesz a pressure plate. Aha. Oké, okay, never mind. Már is megnézzük. Megnézzük, hogy tudunk-e fejleszteni. Nem, mert 6 darab kell hozzá. Jó, esetleg a izét megnézhetjük. A katanát. De az sem, mert ahhoz még kéne egy 5-ös smithing stone. Jó, rendben van. Greetings. Are you here for spirit? Jó. Ezt viszont tudnánk, csak még mindig nincs annyi FP-nk. Lutelt fejleszgetem. Hát ilyet lehet, hogy tudnék valami merchant-től. Szerintem ilyen magas szintűt egyébként nem. Majd az ikrektől tudok, csak ahhoz kell még pár dolog. Na jó van. Oké, és akkor visszamegyünk a Lake of Rothoz, és szerintem mára meg is állunk. Így is van. Jó. Oké. Na hát, elég jól haladtunk ma is. Szerintem mindent megcsináltunk, ami így a questek meg ilyesmi kapcsán van. Én nem tudom, hogy remélem nem felejtettem el semmit. Na hát mindegy, meglátjuk, annyi a lényeg. Oké, és szóval, ahogy mondtam, el is köszönök. Nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, meg a sok-sok segítséget, hogy merre haladjunk tovább. A mai streamben ugye kipróbáltam ezt a új mikrofont, én nekem egyelőre tetszik, hát majd mondom végig, visszahallgatom a vodot, hogy jó-e, aztán lehet, hogy egy kicsit még igazítok rajta, hogyha van valami gond. De meglátjuk, meglátjuk. Jó, szóval még egyszer Nevermind köszi, emlékezni fogok rá, szerintem folytatjuk még a héten, de meglátjuk, hogy hogy alakul, még egy kicsit a menetrend az zavaros. Holnapig egyértelműsödik minden, tehát holnap véglegesül, hogy hogy lesz a menetrend. Holnap viszont a Tractor Yomival fogunk játszani, egy új játék holnap jelenik meg. Japán és szamuráj, és nagyon jól néz ki. Meglátjuk. Holnap este azzal fogunk játszani. Péntek, szombat még bizonytalan. Egyelőre úgy néz ki, hogy valószínű lesz stream, de nem biztos. Holnap estig megmondom. Jó, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm
a followokat, szubokat, híreket, donéteket, a sok-sok támogatást, a hype tént. De legfőképpen azt köszönöm, hogy itt voltatok és néztétek. Holnap 7:30-kor találkozzunk, megnézzük ezt a Track to Yumit. Addig is további jó éjszakát kívánok nektek. Sziasztok!